Általános iskolás gyermekekkel telt meg Mátészalkán a Főnix Park hétvégén. A Rotary Club országos Earlyact találkozóját tartották a komplexumban. Évtizedes közös hagyománya van már a helyszínnek és az eseménynek. Ez volt a 8. találkozó, amelyet itt rendeztek. Sajnos 2 évet ki kellett hagynunk ugye a pandémia miatt, úgyhogy nagyon-nagyon örülünk, hogy végre ismét itt lehetünk a Főnix Parkba. Körülbelül 250 gyereket látunk most itt vendégül, a szüleiket, rotaristársainkat és az ismerőseiket, családtagjaikat, tehát bárki jöhetett, aki elkísérte őket. Versenyfutással indult a programsorozat, 2022 métert kellett megtennie a résztvevőknek. Így győztes és vesztes nincs, de egy cél azért volt, a Rotary kormányzóját kellett megelőzni. Németh László azt mondta, a gyermekek hosszú ideig meghatározó élményekkel gazdagodnak ezeken a találkozókon. Az Earlyact a legfiatalabb tagja a Rotary családnak, ugye Earlyact, Interact, Rotaract és Rotary, így jön össze. És hát az Earlyact az egyik legfontosabb része a Rotary családnak, hiszen ők a legfiatalabbak, tehát ő belőlük lesz aztán interaktos, az interaktusból lesz aztán rotaraktos, és a rotaraktusból lesz aztán a rotaris, reményeink szerint. A mai összejövetel az nagyon fontos számunkra nyilván, mert 3 éve volt utoljára ilyen ugyanitt egyébként, és akkor is itt voltam, és nagyon jó volt az a rendezvény, remélem a mostani is nagyon jó lesz. A találkozón új rotaris tagokat is avattak, a nap folyamán pedig kulturális rendezvények és sportversenyek részesei lehettek a legfiatalabb Rotary klubosok.